űrv. Tehát szó volt róla, hogy be lesz mutatva ez a kicsi kis erősítő. Hát most akkor bemutatom. Nem túl nagy bemutatni, valahol nincs rajta. Ez egy szennyvízcső. Egy ilyen ötös falvastagságú, narancssárga színű szennyvízcső. Benne a két hangszóró, éppen pont beleér a mi egyéb szedjünk az egyik hangszórót, hogy lássunk jobban bele. Így néz ki. Szép nagy mágnese van, majdnem látszik valami, igaz? Persze, természetesen. Pici kis tömítés. Ott a két hangszóró. És ennyi gyakorlatilag. Pici vatta van benne. Valamiért. Meg nem mondom, hogy miért van benne vatta, de van benne vatta. Talán azért van benne vatta. Most így eszembe jutott. Ha valaki azt mondta, akkor szebb lesz a hangja. Nem tudom, ki volt az. Fogalmam sincs. Ugye valamikor régen, amikor még ezt készítettem, akkor még mindenki saját maga készítette a hangszórókat. Tehát különböző fadobozokba, meg satöbbikbe. Ha egyedit szeretnél, akkor neked nem jó a bauti. Abba az esetben. Ám pedig én mindig egyedit akartam, kivétel nélkül. Nekem soha nem felelt meg a bauti semmiből. Nekem mindenből egyedi van. Mint ahogy azt valószínűleg az aktív követők azok látják is, hogy egyedi gépház, egyedi bicikli, egyedi hangszóró, egyedi varrógép, egyedi napelemes rendszer, minden egyedi. Egyedi faesztérga és egyedi lapszabászgép. Ami nem lapszabász, csak egy körfűrész. És én lapszabásznak beszélzem. Nekem mindenből egyedi van. Már amit meg lehet csinálni, ugye itt hol, tehát egyszerűen nekem nem felel meg a bauti. Na, magyarul nem felel meg a bauti. Ez a legjobb szóra. Igen, vannak ilyen kis műanyagokat letűrve, ugyanis itt lőve van tűzőkapocssal. Ez egyébként is sima egyszerű kis valami. Annó, mikor ezt legelőször megcsináltam, ment a herce úrca, hogy milyen erősítőt szerezzünk. Vettem is 5000 forintért valami csoda erősítőt, autóba való 70 wattos erősítőt. H osztályos volt, jól hallod, Henrik osztályos volt. Tehát soha az életben nem adott az 70 wattot, ez egyszerűen lehetetlen. Aztán 15000-ért vettem egy normális 250 wattos erősítőt. Minden állítható rajta. Tehát itt lehet a mélytől egészen a magasig mindent állítani. Nekünk fullba van most téve, azaz így mindent erősít. Itt ugyanúgy állítható a magas hang, és a mélység, hogy hány decibellel legyen. Ez csak középállásban van, különben szétverné ezeket a hangszórókat. Itt pedig ugye a hangerő van. Ez egy kimenet, megmondom őszintén, nem tudom, hogy hol megy ki. Tovább lehet vezetni a hangot ugye másik erősítőig, de hogy hol vezettem tovább, azt nem tudom. Ez pedig a bemenet. Túloldalon, ugye itt van a hangszóró csatlakozó. Lehet rákötni kettő hangszórót sztereóba, vagy lehet egyet rákötni bridge-be, azaz hídba kötni. Hídba 150 wattot tud, 2 ohmon. Így meg 2-4 ohmos lehet rákötni. Van protection ledünk, power ledünk, egy darab 30 amperes biztosíték, és akkor ide jön a test. Itt a remote és a plusz 12 volt. Egyébként a remote-ot össze kell kötni a plusszal, és akkor kész. Autórádióba szokott lenni a kék szál a remote, és csak akkor indul be az erősítő, hogyha innen megkapja a pluszt. Ennyi a nagy titok, semmi egyéb. A bőrözés úgy indult ki, hogy egy darabba be volt húzva az egész, nagyon szép és jó volt, de úgy történt, hogy volt nekem egy fasz a kis monitorom, egy 7x monitorom, és mivel DVD lejátszós autórádió volt, éppen ezért tudott videójelet kiadni magából.
és ide fel volt még téve egy monitor, ami szépen ugye felfeküdt, és akkor, amikor kinyitottad a csomit, mert ez a csomiba foglalt helyet ez a kis mélyláda, együtt nagyon-nagyon jó kis hangzás biztosított a gyári hangszórókkal, plusz elől, ami ment a rádióba, DVD-ről vagy SD kártyáról tudta lejátszani az MNC fejegység a videóklipet, itt hátul is megjelent. Nagyon-nagyon patent volt, tényleg. Akkor még ez a Pump My Ride-os kategória volt, és úgy volt megoldva az egész mindenség, hogy ezen a csatlakozón kapta az egész mindenséget, tehát a csomi nem volt elfoglalva teljesen, hanem egy ilyen csatlakozó szár maradt ott csak, hogyha valamiért be kellett valami nagy dolgot tenni a csomagtartóba, akkor széthúztad, kiajtottad a mailádát a francba, és már pakoltál is bele. Mikor csak buli volt, akkor meg összecsatlakoztattad, akkor meg dübörgött, mint az őrült. Tehát nagyon-nagyon egyszerűen volt, tényleg nem volt az, hogy jaj, le kell csavarjam a hangszórókat, jaj, az erősítőt szereljem le, mert nem fér be, nem tudom mi, meg... Nem. Egy csatlakozással meg volt az egész kérdéskör. Minden kivétel nélkül. Na, hát ennyi a történet ennek a hangszórónak. Na, a technikai részletek. 24 voltról fog üzemelni, azaz ide 24 voltot bevezetjük neki, itt meg kivezetjük neki a 12 voltot. És valahogy ezt el kell helyezni rajta. Há, most én nem cicahozok itt, mert nem volt az autóba használva már legalább vagy 6 éve. Lehet, hogy nem 6, de minimum 5 éve nem volt autóba használva. Sőt, már is akartam adni egyszer, csak hát 3000 forintot akartak adni érte. Hát mondom, az erősítő megér csak 15 000-et. Ne csináld már 3000 forintért elvinni az egészet, mikor tök jó. Úgyhogy itt maradt nekem, de szerencse, hogy itt maradt nekem, mert legalább itt tényleg van egy jó kis műhely erősítő. Nos, akkor valahogy el kéne helyezzem ezt a kis eszközt ide oldalra. Ezt a csatlakozót egyelőre nem bántom, igaz, hogy már nincs használva semmilyen része. De hadd üljön ott alatta. Nem érdekel be a pillanat, hogy őszinte legyek. Hanem ide felfúrom ezt a kis egységet. Nagyon kevés az áramfelvétele ennek az erősítőnek kivételesen. Tehát valami nagyon-nagyon keveset eszik. De mindenki arra gondol, hogy jaj, hát egy 100 wattos erősítő, hát annak sok kell, meg 30-40 amper, újjomni, vastag vezeték, meg ilyeneket beszélgetett mindig mindenki. Bódba is, meg minden, meg így, meg úgy. 3 amperből elketyeg úgy, hogy üvölt, mint az őrült. Érted? Nem értem, hogy mi van. És mondom, olyankor már üvölt. Szó szerint. Cseppet elkopott ez a fej, úgy látom, de túl fog élni, nem lesz gond. Igen, ez kicsit itt útban van, de elfér, az nincs hozzá a baj. Most az összképen kicsit javítva, most már középre került be a hangszóró, eddig egy kicsit ott el volt jobbra tolódva, de ugye nem volt végleges helye. Most már szerintem végleges helye lesz nagy valószínűséggel. Bár még pici kis átalakítások lesznek itt, de van túl sok már nem. Ez most megint csak tesztüzem, mert ilyen csokival meg mindennel szépen összekötve lesz. Már meg kicsit így összeszik kaukányolva, azért arra vigyázunk, hogy véletlenül se alakuljon ki zárlat. Tehát jól le legyen szigetelve. De ugye csak tesztüzem szigorúan, tehát nem ez még nem végleges, egy csokival majd összekötjük, meg lehet, hogy ki lesz cserélve ez a vezeték hosszabbra. Nos, megtörtént a bekötés, meg a beüzemelés. Hát... oda van téve kívülre, tehát nem belülre van téve. De eléggé forrósodik.
szó szerint. Tegyünk egy kis hangot. Ez egy nagy feszültségű videó. Nagyon jó. Az első filmben láttuk, hogy menet közben az államszerző hibáját, sérülését a motorvezető csak közvetve érzékeli. Így tevékenységének fő célja a felső vezeték súlyosabb rongálódásának megelőzése és az államszerző letörésének megakadályozása. Na, ez a film csak érdekes, de amúgy hangban nem olyan jó, mert csak mono. Nézzünk csak valami. Nem is vagyunk maximum a hangerőbe. Azért meg ott tolszítani. Csak nagyon melegedik. Megint veszem már ezt a hangerét, most már nem lehet hallani a dolgot. Tehát konkrétan olyannyira forró, hogy éppen csak hogy meg tudom fogni. Hát nem sűr rá a kezem éppenséggel, mert nem mondom azt, hogy rá sűr a kezem, tehát bírom fogni. De szerintem ez már túl meleg. Tehát ez így nem járható út, hogy ezt így hagyja. És kényszerhűtés alatt van. Így olyan forró, hogy tudom fogni. Ha nincs kényszerhűtés, akkor az ujjam nem tudom rajta tartani. Tehát ráteszem az ujjam is, oda sül egy az egybe. De félő, hogy el fog égni kényszerhűtés nélkül. Így kényszerhűtéssel viszont jól működik. Még eddig. És lehet, hogy egészségesebb lenne rákötni ide a másik változatra. Az amúgy tök hideg. Szahú szerint tök hideg. Igaz, hogy nem is folyik rajta semmi áram, de akkor se tud annyira forróra felmelegedni szerintem, mint az. Esélye nincs neki. Na mindegy. Jó van ez így. Én azt mondom, hogy ez így oké. Tehát így kényszerhűtéssel oké. A legrosszabb esetben valami kis hűtőventit oda kell szerkeszteni, fújja el róla ezért ezt a hatalmas nagy hőt. Ugye nem attól félek, hogy kigyullad itt bármi, inkább a hangszórót féltem már, mint az erősítőt féltem, hogy megszaladjon rajta a feszültség, és akkor oda lesz egy fasz erősítő. Na. De jó! Tehát na, én azt mondom, hogy így hűtéssel így jó. A többit meg majd meglátjuk. Úgyis az én hibám, hogyha megbízok egy ilyen rossz készülékbe. De még eddig még, a bizalom még valamilyen szinten megvan. Azt a többit majd látjuk. Macsák!